Ma reggel szállt fel az első gép idén Marosvásárhelyről Budapest irányába. A koronavírus járvány miatt tavaly szeptemberben törölték a járatokat. A Marosvásárhelyi Transzilvánia repülőtér jelenlegi célja a járvány előtti napi rendszerességű járatok visszaállítása, nyilatkozta híradónknak Peti András, a reptér igazgatója. Ma reggel újraindult a Budapest-Marosvásárhely menetrend szerinti repülőjárat. A Transzilvánia repülőtéren jelenleg szerdán és vasárnap lehet utazni a Wizz Air Diszkont légitársaság gépeivel, viszont októbertől akár heti 5 alkalommal is indulhatnak a repülők. Ha nagy lesz rá a kereslet, akár a napi járatok is visszatérhetnek. Az a jó hír, hogy egyből heti 2 alkalommal szerdán és vasárnaponként lehet újra Budapestre utazni, és októbertől reméljük, hogy már heti 5 alkalommal. De azt gondolom, hogy ha lesz kereslet ez a járat iránt, azaz nagyon sokan fognak foglalni jegyet a következő időszakban, akkor akár hamarabb is előfordulhat, de a végső cél az, hogy a járvány előtti napi járatot sikerüljön visszahozni. A repülőterekre és belterekre vonatkozó szabályok továbbra is érvényesek, maszkviselés, fertőtlenítés és távolságtartás. Peti András arra figyelmezteti az utasokat, hogy kövessék figyelemmel az úti célul választott országok járványügyi szabályozásait, mivel sok esetben landoláskor kell felmutatni az oltási igazolványt, az antigén vagy PCR tesztet. Nagyon jó dolog, nem beszélve ezekről a romániai utakról, autóval, mikor jöttünk, nagyon oda kell figyelni a vezetésre, mert annyi a baleset, hogy nagyon jó a repülő. Szerintem a repülő sokkal biztonságosabb. A ma reggeli gépen sokan várakoztak a felszállásra. Ha lelkesedés nem lankad, hamarosan újra napi rendszerességgel érkeznek és távoznak a járatok.